Együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Szevasztok, köszöntök mindenkit, elindult a Restart, én a Vendi vagyok, és megújult formában, de itt vagyok, és ismételten a héten, hétköznaponként, hétfőtől péntekig számítás, technikai, illetve informatikai segítségnyújtás fog következni 5 és 6 óra között, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Szokás szerint a legfrissebb IT hírekkel igyekszem szolgálni, illetve problémákat is megoldunk. Vannak elérhetőségeink, amiken keresztül be tudtok kapcsolódni a műsorba, tegyétek ezt, van Skype, skype.tv.fixhd, azonnali hatállyal jelentkezem is be a Skype-a, és ott rögtön lehet csörögni, illetve partnernek jelölni először minket, ha visszajelöltelek benneteket, illetve visszajelöltünk, mert nem mindig én kezelem, akkor utána van lehetőségetek csörögni, akár videóhívás formájában is. Várjuk a lájkokat a facebook.com/fixhd című oldalra, ez a mi közösségi oldalunknak a címe, és ha lájkoltatok minket, akkor tudtok írni az üzenő falunkra, akár hozzászólás formájában, akár kérdés formájában is meg lehet nyilvánulni a Facebook oldalunkon. Én állok rendelkezésre, úgyhogy tessék nyugodtan írni nekünk és hozzászólni, és persze egymás posztjaira is tudtok reagálni, úgyhogy tegyétek ezt. Ezen felül van egy saját Facebook oldalam, oda is várom a lájkolókat, facebook.com/vendifix. Tessék oda is nyomni egy lájkot, ha arra jártok, én ott mindenféle dolgot meg szoktam osztani, vitatkozunk a kedves lájkolókkal, rajongókkal, és jó, jó hangulat szokott általában lenni, hát gondolom én, tehát aki lájkol, akkor az azért lájkol, mert valószínűleg vagy szimpatikus vagyok neki, vagy a nézeteim szimpatikusak, vagy ilyesmi, ha ez így van, akkor várom tényleg a kedveléseket, hozzászólásokat, úgyhogy facebook.com/vendifix, még egyszer ez a címem. Elindítom gyorsan neked itt Krisztián az iVGA nevű szoftvert, amivel elvileg a számítógépem elérhetővé válik, és majd esetlegesen tudunk képeket is mutogatni, hogyha valami olyan van, amiről érdemes beszélni, illetve megmutatni. Lesznek informatikai hírek is, mint mondtam, és a weboldalunkat hagy ajánljam még figyelmetekbe, ez a www.fixhd.tv címen érhető el, ez a televíziónk hivatalos websájtja, amennyiben föllátogattok erre az oldalra, akkor most egy pici újítás történt egyébként. Nem is tudtam én sem, én is meglepődtem egy a mai nap folyamán, hogy most már elérhető az oldalunk mellett, ahol nézni lehet ugye az adást, ott mellett elérhető egy Facebook ikon, ami rögtön a Facebook oldalunkra vezet, egy YouTube ikon, ami ugye a YouTube csatornánkra, és egy Smart TV-s ikon, ami ugye az okos TV-s megoldásra ad nekünk lehetősége, tehát okos tévén is lehet bennünket nézni, smart.fixhd.tv, egyébként ez a közvetlen elérési cím, mobiltelefonon, illetve táblagépen is elérhetőek vagyunk, ott az m.fixhd.tv-s címet tessék használni. Oké? Okay? És akkor ott is lehet nézni az élő műsort, de aki esetlegesen számítógépről szeretné tenni, azért többen vagytok szerintem még mindig azok, akik inkább gépről néztek minket, nekik a weboldalunkon, ugye a HD vagy az SD ikonra kell kattintani, igazából minden egy melyikre kattintotok, hiszen most már a lejátszón belül is változtatható a minőség, tehát hogyha nem vagytok megelégedve az SD-vel, mint minőség, akkor kattintsatok a HD-re, és ha a HD esetlegesen akadozna a gépeteken, mert mondjuk esetleg gyengébb gépetek van, akkor viszont váltsatok az SD-re, az azért szinte mindenhol működik, és mint ahogy mondtam, mobilon, okos tévén is megy. Ezen kívül természetesen, ahogy az előbb a YouTube-ot említettem, van egy videótárunk, ami a YouTube csatornánkkal is össze van csatolva, ez a youtube.com/fixhdtv nevű felhasználó, vagy a Fix TV Hungary csatornát tessék keresni a YouTube-on, ha kerestek, és ez a videótárunk gyakorlatilag, ez be van illesztve ide a weboldalunkra is, tehát hogyha a weboldalunkon keresztül közelítitek meg, akkor ugyanúgy elérhetitek a videókat, sőt ugye itt a weben keresztül le van műsorokra bontva, tematizálva a dolog, úgyhogy visszanézhetőek a műsorok, tehát ha valaki esetleg az élő vagy éppen aktuálisan sugárzandó vagy sugárzott műsort nem látja, nem kell csüggednie, hiszen általában a műsor időpontja után pár órával, de maximum egy nappal meg fog jelenni a YouTube-on, illetve a weboldalunkon, tehát vissza lehet nézni ezeket a műsorokat.
Rendben. Azt hiszem, minden fontos dolgot elmondtam, úgyhogy akkor vágjunk bele, én gyorsan ránézek a Facebook oldalra, hogy van-e valami érdemi hozzászólás már most, mert akkor természetesen azzal kezdjük. Ú, de retkes a laptopom. Nem látom itt a kiírásokat, kicsit meg kell pucolni most már. És ha van, akkor természetesen válaszolok, és már van is igazából. Zoli kérdezi, hogy számítás, technikai, szoftver, üzemeltető, OK és végzettséggel milyen munkakörbe lehet elhelyezkedni pontosan? Hát Zoli, az az igazság, hogy bármilyen munkakörbe el lehet helyezkedni, sőt, tehát ugye annyira szerteágaznak most már a különböző szakmák, hogy igazából nem is mindenhol a végzettség számít. Tehát az jó, ha értesz valamihez. Ugye, hogyha olyan munkahelyre keresnek, vagy olyan pozícióra keresnek egy adott munkahelyen valakit, aki ért ahhoz, amire éppen keresnek embert, akkor fel fogják venni, nem feltétlenül végzettségen múlnak ezek a dolgok. Vannak ilyen, olyan cégek, akiknél fontos, vannak olyan cégek, akiknél nem. Tehát most egy OK és végzettséggel őszinte leszek, ugye ez egy eléggé alapfokú, alap és középfok, talán középfoknak is elfogadható az OK és végzettség. Tehát igazából ilyen rendszergazdai feladatokra, ilyesmire tudsz ezzel így elhelyezkedni. Itt az a kérdés, hogy mi van mögötte. Tehát az, hogy van egy papírod, az őszinte leszek, tehát ha én lennék egy munkáltató, én nem papír alapján venném fel az embereket, hanem valahogy letesztelném a tudását, és ha ért ahhoz, vagy tudja azt, amire nekem szükségem van, és ezért vennék fel mondjuk embert, akkor azt az embert venném fel. Ha neki már bocsánat, és nem akarok senkit megbántani, de takarítói végzettsége van, viszont Kenny vágja a számítástechnikát, akkor lehet, hogy őt fogom felvenni, és nem pedig azt, aki mondjuk, mit tudom, egy matematikai diplomával, vagy számítást, vagy informatikai diplomával rendelkezik. Tehát én azt látom, hogy a mai világban sajnos hiába van az embernek diplomája, olyan embert is ismerek, akinek 3 diplomája van, de szó szerint 3 diplomája van, és gyakorlatilag munkanélküli. Tehát ilyen világot élünk. Alapvetően, hát logikus módon, ha számítástechnikai beállítottságú vagy, és ezzel kapcsolatos a végzettséged is, akkor gyakorlatilag olyan munkahelyet kell keresni, ahol valami ezzel kapcsolatos dolgot végezhetsz. Csak tényleg itt az a kérdés, hogy mihez értesz ezen belül. Aztán Andrással folytatjuk. Szia Wendy, androidos okos telón van, Galaxy Mini pléjáruházból letöltöttem a Facebook gyári alkalmazást, minden jó megy, kivéve a mások legújabb hozzászólásai nevű menüpont hiányzik. Lehet-e vele kezdeni valamit, mert így fapados. Előre is köszi a válaszod, de egy hűséges néző, a műsorotok nagyon jó. Pedig van ilyen egyébként, illetve hát ugye a mások legújabb hozzászólásai azok leginkább az oldalaknál fontosak. Tehát, hogyha te egy Facebook oldalt nézel, nem egy profilt vagy az üzenőfalat, hanem egy Facebook oldalt. De elvileg kell lennie. Tehát ugye minden Facebook alkalmazás nagyjából, ha ugye a legfrissebbet használod, akkor ugyanúgy néz ki minden telefonon. Persze felbontástól függően lehetnek változások, de maga a Facebook alkalmazás ugyanúgy működik. Tehát benne kell, hogy legyen. Egyébként tény, hogy el van rejtve, mert én is keresgéltem már a múltkor, de most mindjárt megkeresem, jó? Itt van a kezemben a mobil, úgyhogy mindjárt megnézem neked, hogy hol van ez benne, de szerintem benne van. Nem tudom, hogy mennyire fogjuk tudni megmutatni. Azt hiszem a publikra kell kapásból menni, és akkor a publikon belül lesz olyan hozzászólás. Igen, hát a public. Nál van ilyen, hol van ez? Hű, tényleg így jól el van rejtve egyébként. More information. Ezek a hozzászólások, recommendation. Ja, ezek a recommendation ezek. Tényleg nincs itt, vagy legalábbis én se találom. Nézd már oda. Itt van, né. Vagyis hát ez érdekes, mert ugye én admin vagyok, és az admin menüpont alatt található egy olyan kicsit lejjebb, hogy post by others. És a post by others-re, ha rámegyek, akkor látom, amit ti posztoltatok. Gyakorlatilag. Tehát akkor látom ezeket a hozzászólásokat. Itt is van az Andris hozzászólása, ugye, amit az előbb így hozzászólt. És akkor ezt, hogyha én nem vagyok admin, akkor nem is látom? Ezt lehet, hogy tényleg így lenne? Ezt ki kéne próbálni. És te is admin vagy, mi Krisztián? Próbálja már ki más, jó? Aki nem admin, hogy ő mit lát. De nekem itt az admin menüpont alatt van. Hát még a publicra, akkor elvileg ugye ott nem ezek vannak. Hanem ott is látom egyébként a hozzászólásokat, csak ott üzenetek formájában látom ugyanezt. Timeline. Aha, vagy ha meg lesz ez.
timeline, na töltsed már, nézzed, de most meg lassú. Igen, és akkor gyakorlatilag csak az én hozzászólásaimat látom. Vagyis hát a fixnek a hozzászólásait látom, és nincs olyan, hogy mások hozzászólása. De érdekes. Igen, azért nehézkes, mert ugye mondom, én admin vagyok, tehát én egy kicsit másképp látom az oldalakat, ugye a neten keresztül is, meg telefonon is. Segítsünk már Andrásnak, ez pontosan hogy van, jó, hogy hagyd ne vegyem el most magamtól az admin jogosult, csak ki tudjam próbálni. Elveszem a Krisztiántól, és akkor megnézzük, ha? Megnézed? Telóról? Nem értem, hogy a telefonon. Ja, mindegy, akkor nézze meg valaki, jó? Biztos, hogy meg lehet egyébként valahogy nézni, hiszen hogyha webben meg lehet nézni, akkor ti magatok is látjátok egyébként egymás hozzászólásot, akkor ennek mobilon is elvileg ugyanúgy működnie kéne. Jó. Megyünk tovább. Itt van velem Zoltán, Mátra vagy Zoltán. Szia, Vendi, az a probléma, hogy legális Windows 7-en van. Hát ez önmagában nem probléma, sőt, hát minden elismerésem, mert azon ritka emberek közé tartozol, akinek legalább legális Windows 7-e van. Pont egy ismerősömmel beszélgettem, aki ilyen statisztikai felmérésekkel foglalkozik, és ő mesélte, hogy látta a weboldalon, hogy csináltam ilyen szavazást a mobiloperációs rendszerekről, és például ezekről is beszélgettünk, hogy valóban egyébként egész reprezentatív, pedig mi nem annak szántuk, de ugye mi nézőinket, illetve akik szavaztak, illetve bejelölték, hogy ők melyik mobiloprendszert használják, azok alapján elég autentikusan kijött az, hogy valóban az volt, nagyjából itt Magyarországon 10-szer annyian használnak androidos operációs rendszert, mint mondjuk iOS-t vagy Windows Phone, és vele beszélgettem a Windows-zal kapcsolatban, hogy van-e arra valami felmérése, hogy hány ember használ legális Windows-t, és hány ember nem, és van ezzel kapcsolatos felmérése. Magyarországon kb. 20%-a, 20%, ez nagyon kevés egyébként, 20% az embereknek az, akinek legális operációs rendszere van, most mindegy, hogy Windows 7, XP, vagy bármi, ugye OSX, vagy bármilyen fizetős, illetve hát nem ingyenes operációs rendszer, ugye ebből a Linux kimarad, mert az általában ingyenes, bár van annak is fizetős verziója. Tehát 20%, az annyit jelent, hogy 21-2, tehát az azt jelenti, hogy nagyjából minden ötödik embernek legális csak a Windows-a. Ez nagyon szomorú. Egyébként nem tudom, hogy ti, nektek erről mi a véleményed? Tudom, jöhet a szokásos duma, hogy hát drága, meg tarararara, igen, de a hardware is drága, és azt mégsem lopjuk el, ugye én mindig ezt a példát szoktam mondani, hogy az op-rendszert meg igen, mert az olyan természetes itt nálunk, hogy letöltjük a filmeket, letöltjük a szoftvereket, nem fizetünk érte, crackeljük, hackeljük, torrenteljük. Nem tudom, valahogy... Jó, hát mindenki azt csinál, amit akar, csak hagyjuk is a témát, jó? Na, de a Zoli témájára visszatérve, neki legalább legális a Windows 7-e. Ma újra telepítettem, és azt írja ki, hogy az aktiválás megadott kóddal ezen a gépen nem lehetséges. Mi a teendő? Pedig, ha eredeti, és ahhoz a géphez lett esetlegesen vásárolva is, akkor föl kéne, hogy tudja tenni. Microsoft ügyfélszolgáltat, tessék felhívni, Microinfo. Ez a telefonszámuk. Jó? Ezt így felhívod, és akkor gyakorlatilag ők tudnak neked ebbe segíteni, mert bármi lehet, hogy valami aktiválási probléma van, mint úgy. Vagy ugye hát a sok hackkelt, crackkelt Windows-nál lehet, hogy már valaki aktiválta a te kódoddal, illetve hát korábban használtad, akkor lehet, hogy te aktiváltad már, csak lehet, hogy egy olyan licenszed van, ami csak ilyen egyszer aktiválható, ami egyébként ilyen nincsen, tehát tessék felhívni a Microsoftot, és ők meg fogják neked oldani, hogy tudjad a saját kódoddal aktiválni újra, csak néha-néha ez nem mindig egyértelmű, és nem mindig működik magától. Oké? Okay? Tehát Microinfo, ezt tessék felhívni. Telefonálunk van. Halló, halló, szia! Halló, szervusz, Vendi, Tibor vagyok. Szervusz, Tibor, parancsolj! Most szeretnék vásárolni, és egy osztályterembe szeretnék kivetíteni egy az ember részére, mondjuk elég világ az osztályterem. Ez milyen érdemes lenni, milyen nálalatban elég sok féle van? Hát igen. Nem is. Bevallom őszintén, én sem, nem vagyok annyira projektorban otthon. Egy biztos, hogy olyan projektor, ami világosban jól látható, az olyan nagyon kevés van. Tehát annak nagyon nagy fényerejű projektort kell venni, azok meg iszonyú drágák. Tehát az ilyen ledes megoldású projektorok.
azok nagyon drágák. Tehát mindenképpen valami sötétítést ki kell találnod, és akkor viszont egy gyengébb teljesítményű is elég. Figyelj, ilyen 30-40 ezer forintokért már lehet kapni egyébként egész közepes minőségű, tehát ami már azért szép, éles képet vetít, viszonylag nagy képet vetít közelről, tehát most márkákat az a baj, hogy itt adásban egyébként sem nagyon mondhatnék, pedig tudnék egyébként kimondottan egy márkát javasolni, akik foglalkoznak projektorral, és jó minőségű projektorok vannak, és viszonylag megfizethető árban van, tehát nem a csillagos ég az ár. És a legújabb technológiás, tehát ezek a ledes megjelenítős történetek, tehát egész jó fényerővel rendelkeznek. Dobj erről nekem egy e-mailt, jó? A restart@fixhd.tv-re, és akkor ott válaszolok neked, elküldök neked egy márkát, amit szerintem én így javasolnék. Oké? Okay? Rendben. Nincs mit, Tibor. Köszi, hogy hívtál. Hello, hello. És továbbiakban is mindenki tudok buzdítani, hogy 44 51 3 49, ez a telefonszámunk, tessék nyugodtan hívni bennünket, alapdíjas szám, úgyhogy nem emeldíjas, nem ezen nyerészkedünk itt rajtatok, hanem gyakorlatilag ez a műsor azért van, hogy segítsünk nektek, illetve informáljunk benneteket, nem a nyerészkedés, ami célunk, legalábbis ebben a műsorban biztos, hogy nem. Úgyhogy hívjatok, vagy akár Skype-on is lehet, az meg ugye tök ingyen van, vagy legalábbis olyan netköltségbe kerül. Zoli írja nekem itt, hogy igazad van venni, hogy eredetiben kéne Windows-t venni, csak most veszek egy Windows 7 valamelyik verzióját, és azt nem lehet több gépre feltenni. Gépenként meg 40-50 ezer font kicsit húzós. Először is azért nem 40-50 ezer fontba kell egy operációs rendszer, hanem ha alapból mondjuk számítógéppel együtt veszed, akkor jobb esetben adják hozzá, ugye benne van az árban, de egyébként is mondjuk ennek a fele nagyjából a Windows 7, legalábbis az a verzió, az otthoni, tehát ilyen Home Basic, az még lehet, hogy még olcsóbb, de most nem akarok persze itt sem reklámot csinálni, meg arra buzdítani mindenkit, hogy vegyen Windows-t, mert bár valamilyen szinten de inkább ezt én úgy fogalmaznám, hogy ne használjunk már illegális szoftvereket, tehát használjunk legális szoftvereket, tehát ha nincs pénzünk rá, ez is érthető, de akkor ne crackeljünk, hackkeljünk és illegális formában szerezzük meg, hanem vannak ingyenes operációs rendszerek, ott tessék Linuxot használni, az nem bűn. Kicsit alkalmazkodni kell hozzá, egyébként egy sokkal stabilabb operációs rendszerről beszélünk, sokkal biztonságosabb operációs rendszerről beszélünk, tehát innentől kezdve szerintem senki nem jár rosszul azzal, hogyha egy kicsit megismeri a Linux világát, én úgy gondolom. És ugye rengetegszer van az, hogy gyengébb gépekre próbáltok meg újabb szoftvereket föltenni, és akkor jön az, hogy lassú, meg így, meg úgy. Na, a Linuxnál ezzel egy kicsit jobban jártok, hiszen a Linux kicsit jobban ki tudja használni a hardware, tehát gyengébb gépen is jobban teljesít. Úgyhogy én ezt javasolnám. Én megértem, maximálisan megértem, tehát félre ne értsétek, mert múltkor is kaptam állandóan, amikor jön ez a téma elő, akkor én mindig megkapom, hogy persze, mert én burzsúvőköm, biztos beengedhetem magamnak, meg mit én. Szerintem ez nem ezen múlik, gyerekek, hogy most az ember megengedheti-e magának, vagy sem. Én azt gondolom, ha valaki megengedheti magának, hogy egy számítógépet vásároljon, akkor ne a szoftveren múljanak a dolgok. Én nekem ez a hozzáállásom, aztán persze, hogy ki mit gondol, vagy kinek mi a véleménye erről, őszinte leszek, kíváncsi vagyok értelmes hozzászólásokra és véleményekre, de én úgy gondolom, és ez most nem egoizmus vagy nagyképűség, de tehát nehogy már megpróbáljátok meggyőzni arról, hogy az illegális szoftver használat, az teljesen rendben van. Tehát az így tök jó rendben van, hogy ellopjuk a szoftvert. Persze ez nem érzékelhető annyira a hétköznapokban, ugye? Mert egy szoftverről beszélünk, amit a netről le lehet tölteni gyakorlatilag, csak kicsit leleményesnek kell hozzá lenni, mert azért csak úgy a neten nem találsz egy Windows, de torrent vagy ilyen oldalakról azért le lehet tölteni, ugye? Hozzá valaki egy kicsit már ért, már pedig értünk hozzá, ugye? Mert azért a filmeket is inkább az ember onnan töltöget le, mintsem, hogy elmenjen moziba. De és akkor csodálkozunk, hogy milyen low budget filmek vannak, vagy milyenek a filmek. Tehát én is mostában azért elég sokat járok moziba, pedig nem jellemző rám. De elmentem most többször is moziba, és bevallom őszintén én is csalódtam egy-két filmben, amitől sokat vártam. Tehát vártam, amikor láttam az előzőt, és igen, ezt a filmet moziba akarom megnézni, és nem DVD-n vagy valahogy, és elmentem megnézni, és csalódtam. És tipikusan mind a két filmnek, amit néztem, most nem akarom megnevezni, mert nem akarok negatív reklámot se csinálni ezeknek a filmeknek, mindkét filmtől ugye többet vártam, és mindkét filmen annyira lejön, hogy elfogyott a pénz a végére,
egyébként. Tehát, hogy azért lett ilyen, tehát jobbat is ki lehetett volna behozni, de azért lett ilyen, mert elfogyott a pénz a filmből. És hát ugye ne felejtsük el, hogy azokból a pénzekből gazdálkodnak a filmkészítők is, amiket ugye a mozi látogatottság, illetve a eladott mozi jegyekből kapnak haszonként, ugye, mert ennek egy része a mozinál marad, egy része megy a forgalmazóhoz, egy része megy magához a filmgyártóhoz, stb. Jogok, tehát a különböző filmmel kapcsolatos jogok, ugye mennek a színészeknek, a szerkesztőknek, a rendezőknek, a stábnak gyakorlatilag, tehát ez sokfelé megy ez a pénz, de nem véletlen az, hogy ilyen drága egy mozifilm. De azzal járulunk hozzá, hogy ez mondjuk nyereséges legyen, és mondjuk buzdítsuk a filmgyártókat arra, hogy még jobb filmeket csinálnak, még nagyobb költségvetést bele tudjanak ölni egy film készítésébe, hogyha elmegyünk moziba és megnézzük azt a filmet. Tudom, hogy az is drága, relatíve, ugye drága, de tehát hogyha azt is valamilyen illegális formában tekintjük meg, és nem járulunk hozzá annak a filmnek a sikeréhez ezáltal, akkor ne várjuk, hogy jó filmeket fognak csinálni. Ugye? Tehát ez egy ilyen ördögi kör kicsit. Tehát, hogy a gazdaságra is picit ez egyébként kivetített. Én nem akarok ebbe a témába elmenni, csak tényleg ilyen érintőlegesen, hogy azt kéne megértenie mindenkinek, hogy ahhoz, hogy a gazdaság mozogjon, és ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát, hogy a pénzzel lehet pénzt csinálni, ugye ezt a mondást, illetve közhelyet mindenki ismeri, de ha nincs pénz, vagy valaki nem költ, akkor nem megy a gazdaság. Tehát ezért tart itt az egész gazdaság is, most nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol. Tehát nem forgatjuk a pénzt, hanem lassan őrlődnek a dolgok, és ez ehhez vezet, hogy bizonyos országokban, itt nálunk is, ugye, hát nem annyira jó a helyzet, mint amennyire szeretnénk, hogy jó legyen, bár ugye ez megint egy relatív dolog, hogy mi a jó, mert tehát, hogy mindenkinél más a szint, de az tény, hogy lehetne jobb is. Mindig lehetne jobb. De egy kicsit meg kéne érteni, hogy nekem ez ilyen becsület kérdése is, vagy ilyen erkölcsi kérdés is, nem? Tehát, hogy az ember nem lop. Ugye? Tehát ezt még a vallás is tiltja. Még ha valaki nem vallásos, mint én sem vagyok ugye feltétlenül annyira vallásos, de nem lopok. Tehát, hogy azért, és ez ugyanúgy lopásnak minősül, ergo bűncselekménynek minősül, tehát mindenki, aki, és ez lehet, hogy erős, de mindenki, aki bármilyen illegális szoftvert is használ, amit nem vásárolt meg, vagy bármilyen filmet leszed a netről és megnéz, és azt nem megvásárolt a Blu-ray-en, DVD-n, bármin, vagy nem moziba nézte, bűncselekményt követel. Bűncselekményt, hangsúlyozom, bűncselekményt. Tehát a fél ország bűnöző ezek szerint. Hát szép országban élünk, ugye? Úgyhogy egy picit mindenki nézzen magába is, gondolkodjon el ezen, és legalább, most ez olyan hülyén fog hangzani, de legalább néha fizessünk valamért, ha nem is mindig, jó? Bár ugye az lenne a normális, ha mindig, és az a vicces, hogy ebben az egészben, hogy ez például, ha kimegyünk nyugatabbra, mindig a nyugathoz próbáljuk magunkat hasonlítani, kimegyünk nyugatabbra, ez olyan természetes. Tehát ott nem arra büszkék az emberek, hogy jaj, letöltöttem egy filmet, és tök jó volt, és azt néztem éjjel, és vagy este, mi a jó filmet láttam, letorrenteltem a netről, mert hogy erre büszkék a mai fiatalok, meg erre velik a mellüket, hogy ők le tudnak tölteni, meg mekkora sávszélességgel tudok tölteni, úristen. Ugye? Hanem mások nem erre büszkék. Nyugatabbra tőlünk, tök természetes dolog, hogyha egy filmet meg akarsz nézni, akkor fizetsz érte. Vagy egy szolgáltatást igénybe veszel, akkor fizetsz érte. És nem a kiskapukat keressük, hogy lehet megúszni, hogy ne kelljen fizetni érte. Sajnos ilyen világot élünk, értem én abszolút, de ez a helyzet. Na, megyünk tovább. Földelevics Józsi kérdezi tőlem, hogy hello Wendy, végre tudom nézni a Fixet Dreamboxon, RTSP streamen keresztül, de van egy kis gond, hogy a hang késik egy olyan 3-400 millisekundomat. Mi lehet a gond? Hát, Józsi, és itt csatoltál egy képet nekem hozzá, az nem tudom egész pontosan mi akar lenni, reméljük nem vírust csatoltál itt nekem, de mindjárt megnézem, hogy ez egész pontosan mi akar lenni. Igen, sajnos az igazság, hogy ezek a protokollok, tehát ezek a streaming protokollok, ezekkel van gond. Ezt hidd el nekem, mert én ezzel foglalkozom, ugye ez az egész közvetítősdé, amikor ugye gumiszobát is, meg most a Fix Summert is majd nem sokára ugye jelentkeznek a srácok. Ugye neten keresztül streaming protokollokkal segítségével közvetítjük A pontból B pontból.
szempontban. Meg ugye alapból az a streaming is, amit ti láttok, ha neten keresztül néztek minket, illetve nem csak az, hanem ha tévén keresztül néztek minket, az is egy ilyen internetes streaming megoldása jut el egyébként a szolgáltatóhoz. Vannak gondok sajnos. Hát ilyen a történet, ha az ember számítógéppel dolgozik, hogy kicsikét úgy ilyen, majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy sufni. Tehát sufni megoldással kell megoldani. Persze lehetne venni több 10 milliós berendezéseket, amiknél ez ki van küszöbölve. Csak hát ugye megint ott tartunk, és akkor most visszájára fordul ez a történet, amit az előbb mondtam, hogy hát ugye erre nincs pénz az embernek, meg a cégeknek sem. Tehát mi is kis, szerény kis pici tévé vagyunk, szerintem ez nem titok, ezt úgy lehet látni, és a képernyőn is, meg úgy egyáltalán, hogy egy ilyen kis családias hangulatú kicsi kis közösségi tévé vagyunk, tehát nincs nekünk pénzünk 10 milliókat beruházni eszközökbe, ugye? Azok az eszközök, céleszközök megoldják, vannak bennük hivajavítás, stb. Tehát persze, hogy nagyobb tévéknél ritkábban fordulnak elő ilyen problémák, bár én már ott is láttam azért problémákat. Ezek a megoldások, amiket ilyen streaming protokollban, például azt, hogy minket neten keresztül lehet nézni, meg nem csak neten, hanem tényleg akár okostévén vagy bármi, ezeket ki kell kísérletezni, algoritmusokat, szoftvereket kell hozzáfejleszgetni, ez az én dolgom egyébként itt a tévénél, még mielőtt bárki azt gondolja, hogy nekem csak az a dolgom, hogy itt ülök minden nap a restartba. Ez csak egy dolog, ez úgy kitesz egy órát körülbelül, vagy másfelet mondjuk a felkészüléssel együtt az időmből, de a nap többi részében én azért aktívan a háttérben dolgozom, rendezek, vágok, fejlesztgetek, éjszakákat néha, tehát hogy most nem azért mondom, hogy tessék sajnálni, de gyakorlatilag foglalkozom ezzel eleget, és most egyébként nem tudom, hogy jutottunk el idáig a csúszásból, de meg fogom nézni. Jó, Józsi, hogy egész pontosan mi lehet a gond. Valószínűleg egyébként itt abból kifőleg, hogy van némi kis jelveszteség egyébként a jelbe, ami kiér hozzátok, ugye szerintem, ha jól látom, akkor Németországból nézel ugye bennünket, és ugye ezek a kis hibák, amik benne vannak, ezek sajnos elcsúsztatják. Meg kell nézni, ugye, mert tehát ahány eszköz, annyiféle eljárás, itt most elküldted, közben már nyitottam, hogy OpenATV nevű szoftverrel nézed, Dreamboxon keresztül, hát ezt speciál nem ismerem, tehát ennyire nem vagyok otthon az ilyen multikütyükben, amilyen a Dreambox is, bár egyébként egy nagyon jó ötletnek tartom, tehát ugye egy ilyen komplett multimédia központ a Dreambox, lehet vele tévét nézni, műholdas tévéket, kábeltévét, IPTV-t is különböző szoftverekkel, és akár ugye netes streameket is. Úgyhogy az a kérdésem, illetve egy picit akkor kérném a segítségedet, ha már így te is az én segítségemet kérted, hogy mindig csúszik, ezeket teszteld, légy szíves, hogy van azért, amikor egybe van, egy ideig egybe van, de egy idő után elcsúszik, tehát egy kicsit konkretizáljuk a hibát, vagy mindig ennyi a csúszás. Mert ha mindig ennyi a csúszás, akkor ott valószínűleg valami lejátszó probléma van, hiszen ez az RTSP protokoll az, amivel egyébként a mobilra, illetve az okostévére is megy a stream, és ott nem csúszik, tehát igazából puffereket állíthatok, hogy hát ha esetleg segít rajta, csak nem akarom a többi emberkénél, aki esetleg más eszközön keresztül néz bennünket, nekik meg elrontani a tévé élményét, úgyhogy én azt, meg hát nézd meg, hogy esetleg milyen beállítási lehetőségek vannak a Dreamboxon, mert az is lehet, hogy valahogy utána lehet ezt késleltetni, ezt a hangcsúszást, és akkor lehetséges, hogy megjavul a történet. Jó, menjünk tovább. Frissítek egyet, és mindig lassan tölti be az oldalt. Dr. Wendel ma is rendel, ezt írja Mihály, köszönöm szépen. Ha most a szemüvegemre gondolsz, hogy ettől intellektuelebbnek tűnök, nem, csak nem látok már, úgyhogy rám parancsolta az én orvosom, hogy időnként hordjam a szemüveget, és akkor talán jobban járok, vagy alapból egyébként, ha valaki ezt nem tudná, mert ritkán lehet engem szemüvegbe látni, sőt gyakorlatilag soha. Nekem alapból kellene szemüveg. Úgyhogy most eldöntöttem, hogy néha fordani fogom, mert így legalább látok is, nem itt vakoskodok, hogy ki mit ír. Bár még szoknom kell egyébként, tehát az az igazság, hogy ebben is szokatlan kicsit látni. Tehát ugyan éles, csak azért egy kicsit más, szokni kell. De egyébként meg hosszabb távon egyébként is kontaktlencsém lesz valószínűleg, de ugye egy kontaktlencse mellé meg nem árt a szemüveg, mert hát a kontaktlencsét nem lehet mindig feltétlenül viselni. Norbi írja, hogy én sűrű járok moziba, és mindig telt ház van, nem látszik, hogy nem mennének az emberek. Próbált ki venni 4D-t, még ha a film végére elfogy a lóvé, akkor se
tudsz elaludni, mert rezeg a szék, milyen lóvé? Elfogyott a lóvé, akkor sem tudsz aludni, mert rezeg a szék, masszíroz, nagyon nagy élmény. Ki fogom próbálni, még nem próbáltam egyébként ki, de már tervezem, tehát terveztem. Csak én félek ettől, tehát én nagyon érzékeny vagyok a szagokra. Az illatokat szereted, de a szagokat nem. És hogyha mondjuk van-e filmben valami nagyon undorító, mit tudom én, valami, akkor az tényleg azt érzed? Tehát azért az úgy... És akkor ilyenkor hány az egész mozi, vagy mi? Egyébként igen. És ebben meg egyébként valamelyest igazad van, hogy tényleg sokan járnak moziba egyébként, bár ilyen időszakos a történet. Tehát hétvégenként általában igen, én is a hétvégén voltam, és tényleg sokan voltak, de például voltam már hétköznap moziba, mondjuk nem annyira az esti időszakban, hanem mondjuk ilyen korábbi időszakban, és nem nagyon voltak. Tehát lehet, hogy mondjuk tényleg úgy van, amikor nem tudom pontosan, hogy hányan járnak moziba, és ha tényleg sokan járnak, akkor lehet, én ennek csak örülök. Tehát ha ez tényleg így van, akkor annak csak örülök, de ettől függetlenül még mindig többen néznek filmeket torrentről sajnos, illetve a netről valamilyen nem fizetős módszerrel, mint hogy moziba menjenek. Tehát lehet, hogy sokan, de azért vannak olyan mozik, amik konganak az ürességtől egyébként. Tehát vannak olyan multiplexek, ahol amik tele vannak, de vannak olyan mozik, amik konganak az ürességtől. Tehát ennyi az én észrevételem. Aztán, szia Wendy, én is igyekszem minél több szoftveremet megvenni, vagy ingyenessel kiváltani, mivel van több programozó barátom, és látom, ha fejlesztenek, milyen a szemük reggel, mint annak a bizonyos macskának. Igen. Na hát igen, ezért is, ez a másik fele, hogy ugye ha már a szoftverekről beszéltünk az előbb, hogy ugye ezeket a szoftvereket valaki megírja, vagy valakik megírják, vagy van egy cég, vagy egy fejlesztő csapat, aki ezeket a szoftvereket lefejleszti. Tehát hogyha mi ezeket a szoftvereket ellopjuk, akkor ők miből élnek? Tehát hogy gyakorlatilag az ő zsebükből vesszük ki ilyenkor akkor a pénzt. Ugye? Tehát ezzel ez a gond. Bár én természetesen azt is megértem, hogy vannak olyan szoftver árak, amik pofátlanul nagyok, tehát hogy nem ér annyit a szoftver valóban. Bár ez igazából ezeknek a szoftvereknek a nagy része, ez nem is arra van feltétlenül kitalálva, hogy az ember otthonra megvásárolja és otthon használja hobbiból, mert ahhoz drága mulatság, de egy cégnek, aki mondjuk azzal dolgozik, annak megvenni egy ilyen Adobe Essential-t például, hogy most csak példálózzak, mert mondjuk egy olyan cégről beszélünk, akik grafikákat gyártanak, különböző kiadványokat csinálnak, ugye Illustratorba, ebbe, abba, amabba. Ott azért, hogy mondjam, tehát egy cég, hogy már talán megengedheti magának. Ha meg nem, akkor megint csak azt mondom, ebből is vannak olyan alternatív verziók, amik ingyenesek, tehát szabadon felhasználható és ingyenes, még commercial used is. Tehát mert ugye nagyon sok olyan szoftver van, amire oda van írva, hogy free for non-commercial use, tehát az azt jelenti, hogy nem kereskedelmi célra felhasználható ingyenesen, tehát ingyenesen letölthető és használható, viszont ugye ez azt jelenti, hogy kereskedelmi célra megfizetni kell érte, ugye az a Dunit nevű történet, amikor gyakorlatilag hát ez a becsületkasszás dolog, hogy vagy fizetsz érte, vagy nem, úgysem fogják tudni ellenőrizni, hogy te most ezt kereskedelmi célra használtad, vagy sem, de amelyik szoftverenél van ilyen lehetőség, ott legalább el van döntve az, hogy használtad ingyenesen is, és csak a te lelkeden múlik, hogy mennyire szeretnél annak a szoftvernek a sikeréhez, esetleg a további fejlesztésekhez hozzájárulni, hogy fizetsz érte, vagy sem. Oké? Általában Linux is ilyen egyébként. Tehát ugyan ingyenes, de egyébként ott is ott van, hogy lehet érte fizetni, tehát ez már ilyen becsület történet, hogyha valaki meg van elégedve vele, ilyen adomány feeling, tehát ezeket általában alapítványok is üzemeltetik, vagy azok a cégek, ugye, akik mögötte állnak, fejlesztő csapatok, stb. Ezek általában ilyen non-profit szervezetek, vagy alapítványok körébe tömörödnek, és ugye az alapítványok is adományokból élnek, tehát gyakorlatilag ilyen módon lehet támogatni, ha valaki érez magában annyit, akár egy Linux disztribúciót fejlesztő céget is. Boat írja nekünk, Wendy, mindig is segítő szándékkal szóltam a műsorhoz, de most ez minden szemüvegeshez szól, így hozzád is. Van egy jó módszer a szem látásának helyreállítására. A szemüveg nagyon nem jó megoldás, mivel az többnyire ront az állapoton.
egy szemtornát javasol itt nekünk Buat. Én most nem mennék bele, mert elég hosszan leírod. Meg fogom nézni, jó? Köszönöm szépen a hozzászólást. Az az igazság egyébként, hogyha most egy kicsit elmegyünk már ilyen irányba, hogy alapvetően nekem, tehát az egy dolog, hogy közel, én közelre látok rosszul, tehát távolra, meg úgy egyáltalán a hétköznapokban nincs szükségem szemüvegre, látok. Csak ha olvasok, még azt is látom igazából, maximum egy kicsit távolabbról kell néznem, de látom, viszont ha az ember sokat ül gép előtt, már pedig én sokat ülök, és ugyanez, amit itt az előbb a Zoli is mondott, hogy hát a programozók meg ugye egész éjjel fejlesztenek, és hogy reggelre milyen a szemük, na én is így szoktam körülbelül kinézni. Erre is vannak megoldások, vannak ilyen műkönnyek, ugye szemcseppek, lehetne cseppekteni, csak az ember, amikor ilyen meretten nézi a monitort, hát akaratlan is romlik a szeme egyébként. Most, hogy ugye voltam szemüveget csinálta, bemérték a szememet, és körülbelül 2 évvel ezelőtt voltam utoljára szemvizsgálaton, és 1 dioptriát már romlott a szemem. Legalábbis a jobb szemem, a balaz alapból rosszabb volt, ugye a jobb szememet használom, általában az az erősebb. Így a bal nem romlott, de a jobb viszont 1 dioptriát 2 év alatt leromlott. Tehát, hogy vigyázni kell, mert hát ez már korral is el egy idő után, így lassan, ugye, benne vagyok már én is a korban, vigyázni kell, nem, hát nem szeretnék öregkoromra megalkulni, úgyhogy szoktatom magamat ahhoz, hogy néha-néha szemüvegbe legyek, és használjam. Okay. Ha hardvereket is lehetne torrentezni, hidd el, hogy megtennék jó páron, ezt írja Attila. Hát, nem volt kétségem e felől, igen. Sőt, tehát vannak olyanok, akik torrentelnek hardvereket is, ne aggódjatok. Tehát, hogy azért mindennaposnak számítanak a számítástechnikai boltban, vagy a nagy bevásárlóközpontokban, vagy a műszaki áruházakban való lopások is, ne aggódjatok. Tehát ilyen világot élünk, és most nem is feltétlenül Magyarországot akarom kiemelni, mert a világon ez majdnem mindenhol így van. Rossz emberek mindenhol vannak, vagy olyan emberek, akik azt gondolják, hogy nekik mindent szabad, ilyenek vannak, ez ellen nem igazán lehet mit tenni, bízni lehet egy szebb jövőben, meg abban, hogy egyszer valahol visszaadja az élet ezt. Okay. Szintén aktiválással kapcsolatos probléma, ha jól látom, Attilától. Eredeti Windows 864 bit Pro-n van, aktiváltam, de egy ideje nem hajlandó telepíteni a Windows frissítéseket. Elkezdi telepíteni, majd kiírja, hogy a konfigurálás sikertelen, visszavonás. Ez különösebben nem is zavart volna, de a GeForce Experience is szólt, hogy van új driver, mondom, telepítsed, de a végén hibát írt ki. Azt nem mondta meg, hogy mi a baja, csak hogy hiba van. Aztán eltávolítottam a drivereket, eszközkezelőben is eltávolítottam, majd megpróbáltam megint feltenni, de ugyanez a hiba. Ami fura volt, hogy az Nvidia oldaláról 218 megás fájlt töltött le, de később a WinUpdate-ben is megjelent a driver frissítés, ami 270 megás. De azt sem tudtam feltenni a Windows Update korábbi hibái miatt. A gépemhez kapott driver CD-n lévő drivert ugyancsak nem tudta feltenni, hibát ír ki, de okot megint nem. Mi lehet a gond? Nem nagyon szeretném újra telepíteni az egész gépet. Hát megértelek, viszont sajnos valami gond van. Tehát, hogyha a driverek nem akarnak normálisan frissülni, akkor az valamilyen probléma van. De hogy mi? Tehát valószínűleg valamilyen, ami ezért felel, tehát akár a Windows Update, akár ugye a Windows Installer, akár ugye, ami a különböző, azt próbált ki, hogy egyáltalán tudsz-e telepíteni programokat, azok mennek-e, vagy azok is megállnak hibával. Ugyanis elképzelhető, hogy valamilyen törött registry bejegyzés, ugye na ezek azok a problémák, amire sajnos én tudom, hogy ez nehéz, de nem tudok rá mit mondani, mert először is nem látok bele a gépbe. Ugyanúgy, hogy ő nem mondja meg, hogy mi a hibája, hát mire most az ember kinyomozza, sajnos újra kell húzni. Tehát ott valószínűleg, ha egy szűz Windows-zal próbálkozol, ott talán nem lesznek ilyen problémák. Valami ott megkavarodhatott, valamilyen registry bejegyzés nem úgy működik, ahogy kéne, vagy pont, hogy el lett távolítva, és ő valamiért úgy érzékel, hogy még ott van. Valami ilyesmi gond lehet, de nem tudok rá sajnos mit mondani. Úgyhogy nem úszod meg ezt az újratelepítést sajnos, Attila. Úgyhogy tessék minden adatot lementeni. Egyébként nem kell ennyire az újratelepítést ennyire félni. Manapság pláne egy Windows 8, már pikpak felmegy. Tehát ha minden adatod megvan, igazából tehát a fontosabb dokumentumaid le vannak mentve, a programoknak az installjai megvannak, beállítások szintén lementve, akkor igazából nem olyan bonyolult dolog az újrahúzás, csak amikor az ember ezeket elfelejti, és amikor baj van, és akkor jön rá, hogy basszus, le kellett volna menteni ezt is, meg azt is, meg azt is. Ugye ezért mondom én ezt, hogy tessék körültekintően használni a számítógépet,
Mert valamilyen szinten, és akkor még ezt is megmerem kockáztatni, bár ez is erős lesz, hogy a számítógép nem játék. A számítógép egy komoly eszköz. Azon az ember általában dolgozik, használja, és persze kellemetlen, ha gond van vele. Ezért mondom azt, hogy ésszel tessék használni a gépet. Nem kattintgatunk, telepítgetünk össze-vissza mindent. Ha meg valaki ilyen tesztergépnek használja, mert én is szoktam ilyet csinálni, nekem is van itt benne a tévében egy gép, amit össze-vissza telepítgetek, mert hát valahol az embernek ugye a különböző fejlesztéseket, meg teszteket valahol meg kell csinálni, és az elengedhetetlen, hogy ezt a gépet az embernek nyüstölje. Ezért is van az, hogy azt a gépet is időnként újra kell húzni, mert ha nyüstölve van egy gép, az sajnos egy idő után ezzel jár. Oké, okay. Na, nézzünk egy-két hírt, jó? Mert vannak ám itt érdekes hírek, amiről érdemes beszélni. Hát az egyik hírünk az ugye az 1947-es Roswell-i UFO landolással kapcsolatos, hiszen ma van az évfordulója. Ma van a legendás Roswell-i UFO incidens évfordulója, aminek alkalmából a Google egy rendkívül színvonalas doodle-lel állt elő. A cég honlapja ugyanis hagyományos logóját egy komplett kattintgatós kalandjátékra cserélte le, amelyben a játékos kedvű webezők célja egy földön kívüli idegen szerepében a környék bejárása és felfedezése, természetesen a hazajutás érdekében. Ugye rá is megyünk akkor itt a Google-re, és egy picit megmutatjuk, hogy miről is szól ez a, mondom, megmutatjuk, írjál már. Oké, google.com, és akkor játszunk egyet ezzel a játékkal. Ugye, kicsit belenagyítok, hogy jobban lehessen látni. Ugye itt van a mi lényünk, meg hangja is van elvileg neki. És akkor... hogy kell ezzel játszani? Igen, lefelé, tehát le kell jönnöm a hegyről. Lefelé jövünk, igen, felszedtük, amit találunk. Egy kicsit olyan, ez a régi C64-es játékokhoz hasonlít egyébként. Különböző ilyen feladatokat kell megoldani. Felszedtünk ott most egy... Oké, megyünk tovább. Felszedjük a zsákot is. Nem vagyok egy nagy játékos. De hát ez ilyen játékkal még az ember ugye amennyibe csöggessé, vagy igen. Bim-bim. Van hangja? Mert én nem hallom. Nem nyitnak ajtót? Akkor várjál, valamit használni kell, nem? Valamit szerintem nem szedtem fel, amit használni kéne. De valahogy akkor be kéne mennünk azon az ajtón. Na mindegy, keressünk még valamit, hát ha találunk. És akkor... Ja, hogy bemászunk. Aha! Raboljuk el! Ott őt raboljuk el. Csirke? Őt is fel lehet venni? Hogy beszélgeti vele? Nem, azon, hogy én nem hallok semmit. Nem akarod PF felvetteni a hangot, Krisztián? Én is halljak valamit? Esetleg a játékból, ha már játszok vele? Na jó, játszatok vele, jó? Én nem akarom most itt ezzel untatni a kedves nézőket, de UFO-s játék, tehát a Google doodle-jében, google.com vagy google.hu, beírjátok, és ez fog automatikusan bejönni, hiszen ebben az alkalomból ezzel lehet játszani. Egyébként ennyi. Ennyi a dolog. 66 éve, hogy lezuhant ugye Roswellben ez a bizonyos UFO. Ha igaz, ugye? Mert hát ez is ilyen összeesküvés elméletben hívők, és a szkeptikusok erről is vitatkoznak, hogy ez valóban UFO-e, vagy valami meteorológiai léggömb. Valóban találtak-e idegent, ugye látni egy-egy dokumentumfilmben, hogy ott boncolják az idegent, hát hogy az most tényleg valós képeke, vagy valami átverés, ugye. Ezt nem tudjuk meg soha valószínűleg. Sokan hisznek benne, sokan nem. Én bevallom őszintén, annyira nem. Vagyis hát ebben még csak igen, ebben még hihetek, de magában így a földön kívüli civilizáció, meg egyéb olyan dolgokban, hogy itt vannak közöttünk, és figyelnek minket, és ilyenek, ebben nem annyira. Nem tudom, mit gondoljak róla. Viszont újabb érdekes hír, majd érdekes híreink vannak. Szuper gyors mobilnetet kapott a Mount Everest. Képzeljétek el, a világ legmagasabb hegységébe induló mászók mostantól, ha kedvük tartja, és lehetőségük engedi, akár Facebookozhatnak, vagy YouTube videókon is röhöghetnek két etap között, hála a Huawei-nek. A kínai technológiai cég ugyanis a napokban bejelentette, hogy sikeresen 4G-s mobil internetes lefedettséggel látta el a helyiek által csomolungmának hívott
láncolatot. A technológia használatát és működő képességét a cég még múlt hónap közepén egy nagyszabású rendezvényen több mint 200 megjelent bevonásával demonstrálta. Ennek során 5200 méteres tengerszint felenti magasságból sugároztak le élő HD videóadást mobilhálózat segítségével a jóval lejjebb elhelyezkedő bázistáborba. A Mount Everest egyébként már 2008 óta rendelkezik GSM lefedettséggel, az újonnan telepített LTE hálózat pedig ezt bővítette ki, szupergyors internet, illetve videóhívások és egyéb szélessávú kapcsolatot igénylő kommunikációs megoldások használatának lehetőségével. Hát, mi meg itt siránkozunk, ugye, hogy nincs internet, bár egyébként teszem hozzá, hogy hát most itt Budapestről tudok kiindulni, azért Budapesten egész jó az internetes lefedettség, de meg ugye mondjuk a nagyobb városokban, hát vannak azért olyan vidéki települések, ahol nagyon katasztrofális az internet elérés, aztán örülnek, hogy GPRS van egyáltalán, de ja. Úgyhogy ez reménykedjünk benne, hogy hamarosan ez is változik. Hát látjátok, ott már a Mount Everestben is, a hegyek között is lehet 4G-zni ráadásul. Ne? Kicsit előrébb tartanak a kínaiak megint csak ezen a területen is, mint minden más területen. Aztán, becsuktam azokat az ablakokat, de jó fej vagyok. Androidosoknak egy kis jó tanács. Ugyanis veszélyben lehetnek megint csak. Az androidos okos telefonok 99%-át érinti egy frissítésben felfedezett biztonsági rés. 4 éve benne van a szoftverben, most találtak rá. Ugye rendszeresen derülnek ki az Androidról ilyen biztonsági rések. A múlt héten is pont beszélgettünk erről, hát itt egy újabb. Korlátlan hozzáférést szerezhet egy támadó bárki androidos mobilja fölött a rendszer alkalmazás biztonságát sértő sérülékenység kihasználásával. A Blue Box Security nevű cég egyelőre csak annyit tett közzé, illetve nyilvánosságra annyit hozott a hibával kapcsolatban, de azt már tudni lehet, hogy a probléma az alkalmazások azonosításával, illetve annak kijátszhatóságával van. Ez főleg annak fényében hangzik rosszul, hogy egyre több és egyre veszélyesebb vírust írnak Androidra. Hát gyakorlatilag ez volt a múltkori hír is, csak ez egy másik, tehát azóta már találtak még egy sérülékenységet. Egy biztos, hogy a 6.1, vagy az 1.6-os, tehát a Cupcake, azt hiszem az a Cupcake volt talán az Android, ugye hát majdnem a legelső közé tartozó Android óta benne van ez a hiba, és már állítólagosan akkor jelezték a Google-nek ezt a hibát, de azóta nem nagyon foglalkoztak vele. Hát egy dolgot tudunk tanácsolni, hogy a Play Store-ban lévő, tehát a Google Play-ben lévő alkalmazásokat tessék használni. Ilyen-olyan megint csak nem megbízható helyekről telepített alkalmazásoknál tessék vigyázni a programoknak a telepítésével, mert ki tudja, mit rejt ugye az adott program. Aztán az iPhone betiltását kéri egy egyetem az Egyesült Államokban, méghozzá a Bostoni Egyetem. Szabadalom sértési pert indított az Apple ellen a Bostoni Egyetem. Több termék betiltása mellett az Apple elmúlt néhány éves profitjának egy részét is igénylik. Még érvényben van a gallium nitrid félvezető vékony réteggel kapcsolatos szabadalom, amit Theodore D. Maskutas professzor 1995-ös találmánya alapján 1997-ben kapott meg a Bostoni Egyetem. A szabadalmi oltalom 20 évvel a kérvény benyújtása után, tehát 2015-ben fog lejárni, az Apple viszont több aktuális termékében, így az iPhone 5-ben, az iPad-ben, a MacBook Air gépeiben is felhasználta a technológiát. Az amerikai egyetem nem csak az Apple érintett termékeinek betiltását szeretné elérni, hanem kártérítést is kér. A Boston Herald beszámolója szerint a termékből származó haszon alapján számítva $75 millió, azaz nagyjából 17,2 milliárd forint körüli összeget kér kártérítésként, míg a Giga OM ennél nagyságrendekkel nagyobb, közelebbről még nem is meghatározott összeget sejtett. Tehát valószínűleg, tehát ez még ilyen nem eldöntött történet, tehát a lényeg, hogy szabadalomsértés. Sen kapták már megint az Apple-t, ezúttal egy egyetem.
Úgyhogy hát nem valószínű, hogy be fogják tiltani. Tehát betömik szépen a szájukat valami kis pénzzel, hát hogyha tényleg csak, hát most relatíve a csak, ugye ebben az IT világban, pláne egy Apple-nél 75 millió dollár, az nem egy olyan vészes összeg. Az egyetem jó jár, és ő ki a szabadalom valószínűleg, tehát innentől kezdve meg fogják ezt oldani, ez megint csak egy ilyen rémhír, vagy nem tudom, ugye minden hétre jut egy ilyen szabadalomsértéssel kapcsolatos történet. Rendben. Oké. Aztán gyorsan tessék telefonálni, amíg kérdésetek van, mert lassan záródik ám Vendike mókatára. Ugye Magyarországon múlt évben, ugye az olimpia kapcsán beszélgettünk a 3D-ről, és azóta is egy párszor már előjött a 3D-s televízió adások létjogosultsága. Ugye az Egyesült Államokban az ESPN 3D nevű sportcsatorna beszüntette a 3D-s adását, mondván nincs rá igény. Hát sajnos folytatódik a történet, vagy sajnos folytatódik a megszűnések hada. Az angol közszolgálati tévé a múlt hét végén közölte, hogy 2 éves tesztidőszak lejártját követően ősszel leállítja 3D-s kísérleti sugárzását. Az évek során nem tudott komoly népszerűségre szert tenni az otthonokban a 3D-s tévézés, hiába kelt el egyre több olyan készülék, amely térhatású kép megjelenítésére alkalmas. Többek között erre hivatkozva döntött úgy a brit közszolgálati televízió, hogy ősszel leállítja kísérleti 3D-s sugárzását. A BBC 2011-ben kezdte el a 2 éves tesztsugárzást, többségében sportesemények közvetítésével, de a nézettségi mutatók szerint még az olyan népszerű közvetítéseknél sem hozta lázba a britteket a 3D, mint az olimpia vagy a wimbledoni tenisztorna. A BBC statisztikái szerint a tavalyi év egyik legnézettebb élő közvetítését, a londoni olimpia megnyitó ünnepségét, az akkor mintegy 1,5 millió 3D-s készülékkel rendelkező brit háztartás csupán fele követte 3D-ben, a többi exkluzív 3D-s tartalom nézettsége pedig még ennél is sokkal rosszabb volt. A BBC egyik illetékes vezetője egy múlt heti interjúban elmondta, a nézők egyértelműen a kényelmetlen szemüveg miatt nem fogyasztanak 3D-s tartalmat, de a jelenséghez hozzájárulnak az otthoni tartalomfogyasztási szokások is. Amikor az ember 3D-s tévét néz, máshogy koncentrál. Amikor valaki egy moziban néz meg valamilyen 3D-s tartalmat, akkor mindig egy dologra koncentrál, otthon azonban más a helyzet, foglalta össze a tévés és mozis tartalomfogyasztás közötti legfőbb különbséget a szakértő. Tény, hogy a 3D-s mozizás James Cameron avatarja óta újra világkorát éri, ebből azonban az otthoni szórakoztató iparnak, illetve szórakoztató elektronikai iparnak láthatóan kevéssé sikerült hasznot húznia, de hülye megfogalmazás, bocsánat. A tévésport közvetítéseknek nincs mozis metszetük, így ebben az esetben különösen látványosan jelentkezett a drágán rögzített és vagy továbbított adások iránti jelentkező gyér érdeklődés. Rossz a fordítás, gyerekek, pedig nem is Sting fordította. A világ egyik legnagyobb sportcsatornának számító amerikai ESPN éppen ezért júliusban ugye bejelentette, az előbb is említettem, hogy az év végén megszünteti a 3D-s sportcsatornáját, illetve a 3D-s közvetítéseket. Alig pár héttel később a FIFA illetékese is bejelentette, fontolgatja a 2014-es labdarúgó világbajnokság 3D-s közvetítésének teljes eltörlését, miközben 2010-ben még több tétmeccset is továbbítottak térhatásban a licenszel rendelkező csatornáknak. Nagy-Britanniában a BBC novemberben állítja le határozatlan időre a 3D-s közvetítést, a helyi köztévé ezt követően bevallottan kivárásra játszik, a csatorna a tévékészülékek, illetve az újabb 3D-s technológiák elterjedősétől függően indíthatja esetleg újra a jövőben a 3D-s tévésugárzást. Abszolút így van, nekem is teljes mértékben ez a véleményem, hogy a moziban ott ülünk, esszük a popcornt és a mozivásznat figyeljük, de otthon nem úgy tévézünk általában, hogy leülünk és csak a tévéképernyőt bambuljuk, ez maximum az ember ilyen lefekvéskor szokta azt tenni, de most lefekvéshez meg 3D szerintem az meg nem annyira kellemes, de ha az ember tévét néz, akkor általában tesz-vesz, mellette más csinál, beszélget, tehát ilyen háttértévézés van inkább, mint sem, hogy ténylegesen valaki így leül és így nézi a tévét, az ritka.
és hogyha ugye más csinálunk mellette, de olyan csak arról szól, hogy kimegyünk egy sörér, vagy mit tudom én, bármiért, akkor most le kell venni a szemüveget, akkor elszokik az ember szemben, megszédülten, visszaülni, akkor visszavenni, tehát tényleg körülményes. A moziban valóban nem annyira, meg ott tényleg a nagy képernyőn, tehát ott nagyon nagy vászonnál jobban érvényesül, kisebb tévéken, de még az ilyen 106-os, 120-as képátmerő tévéknél is azért nem ugyanaz az élmény a 3D. Tehát valóban, nekem is abszolút ez a véleményem, és nagyon sok emberrel beszélgettem ezzel kapcsolatban egyébként, és kérdezgettem emberektől, hogy mi a véleményük a 3D-ről, és tényleg ennyi. Tehát buli-buli, persze leülünk, nekem is otthon van a 3D-s tévém, ugye, amit még tavaly vettem, ha már vettem újat, akkor olyat vettem, és őszinte leszek, gyerekek, ott porosodik a szemüveg, a 3D szemüveg, ott porosodnak a polcon, mert nem nagyon használom. Tehát egy-két filmet abban néztem, amiket nagy nehezen megszereztem, na de az is, tehát, hogy először is nagyon drágák, ugye, most Blu-ray-t vásárolni, állandóan rajta 3D-s filmeket, kicsit körülményes, meg ritka is, tehát nem nagyon vannak egyébként még ilyen tartalmak, televízióadás nem nagyon van, nem, hogy nem nagyon nincs 3D-ben, gyakorlatilag Magyarországon. Most a YouTube-on bohockodjak, hogy nézek egy-két 3D-s videót. Körülbelül erre jó. Ennyi a dolog lényege. Ki fogja ezt forni magát, ha egyáltalán kiforja, hogy van-e egyáltalán erre rá igény, ezt majd a jövő eldönti, szerintem egyébként nincs. Úgyhogy ennyi, eddig tartott a 3D-s történet, és a Restart is eddig tartott. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan jelentkezik a Fix Summer, ugye élőben, ezúttal a Mixből, ha jól tudom, és a helyszínen tartózkodik már VJ Andris. Szebasz Andris, mi lesz a mai Fix Summerben? Szia, de szép zöld vagy. Azért annyira nem porosodnak a szemüvegek, hiszen egyébként, az, ha belegondolok, neked is mondja a 3D-s tévét, azt azért mi néztük meg, használtuk rendesen. Hát egyszer-kétszer igen, de hát főleg inkább YouTube-os videókat bohóckodásképpen néztünk meg rajta, 15 percben. Igen, az a szemünknek tényleg rossz egyébként, úgyhogy ezt aláírom. Vagy megszokni nehéz egyébként utána, előtte, macerás, de azért szerintem mozival szerintem is sokkal jobb. Igen. De akkor beszéljünk arról, hogy mi lesz a mai Fix Summerben. Zoéval közösen várunk majd titeket ide a képernyők elé 6:30-tól. Érkezik hozzánk az Animal Cannibals teljes csapata, úgyhogy ez szerintem nagyon poénos lesz, illetve Horkai András, nemzetközi borakadémikus, aki arról fog nekünk beszélni, hogy milyen borászati alapismeretek vannak. Ugye nagyon sokan szeretnének a borászatban, mint tevékenységbe belevágni, de nem értenek hozzá annyira. Most a választ majd szerintem megkaphatjátok, illetve most elkezdhetitek megírni azt, hogy mi a véleményetek arról, hogy egy nőnek szexise, hogyha rekettes a hangja. Valakinek bejön, valakinek nem. Írjátok meg a Facebookon, majd csekkolni fogjuk. Illetve érkezik egy másik fixamörös műsorvezető is, Justin is, akiről kevesen tudjátok, hogy táncművész és koreográfus is. Majd biztos minket is meg fog majd táncoltatni, úgyhogy ha valaki nagyon jókat szeretne rögni, akkor mindenféleképpen tartsatok velünk itt a Fixen, 6:30-tól Zoéval és persze Belement Andrissal. Vendi, a szó a tiéd. Nagyon köszönöm. Andris, láttátok tehát élőben az Eiffel-térről, ahonnan a mai Fixamör is jelentkezik érdekes témákkal, úgyhogy érdemes lesz mindenképpen velünk maradni, és ahogy Andris is mondta, Facebookon folyamatosan interaktívkodás lesz, hozzá tudtok szólni, úgyhogy szóljatok is hozzá, szerintem facebook.com/fixhd. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, és ha már az előbb Andrist láttátok, akkor ismételten ő fog következni a legfrissebb sztárpercekkel a Restart után rögtön, úgyhogy ne kapcsoljatok sehova. További kellemes tévézést kívánok, holnap ugyanígy Restart 5 órától ugyanitt a Fixen várlak akkor is benneteket, sziasztok! Együttműködő partnerünk Acer.